Húsvéti háladó Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése. Jöjjön Istentől, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Drága testvérek, énekeljük kezdőénekként a 356. dicséretet. A 356. dicséret első, negyedik és ötödik versét. Első verse így kezdődik: felvirradt, áldott szép napunk, ma teljes szívvel vigadunk. Testvérek, hallgassátok meg Urunk igéjét ezen a húsvéti istentiszteleten. Lukács evangéliumának 24. részéből olvasom az első 12 verset. A hét első napján pedig kora hajnalban elmentek a sírhoz, és magukkal vitték az elkészített illatszereket. A követ a sírbolt elől elhengerítve találták, és amikor bementek, nem találták az Úr Jézus testét. Amikor emiatt tanástalanul álltak, két férfi lépett melléjük fénylő ruhában. Majd amikor megrémülve a földre szegezték tekintetüket, azok így szóltak hozzájuk: mit keresitek a holtak között az élőt? Nincs itt, hanem feltámadt. Emlékezzetek vissza, hogyan beszélt nektek, amikor még Galileában volt. Az emberfiának bűnös emberek kezébe kell adatnia, és megfeszítetnie, és a harmadik napon feltámadnia. Ekkor visszaemlékeztek az ő szavaira, és visszatérve a sírtól, hírül adták mindezt a 11-nek és a többieknek. A magdalai Mária, Johanna, valamint a Jakab anyja Mária, és más velük lévő asszonyok elmondták mindezt az apostoloknak. De ők üres fecsegésnek tartották ezt a beszédet, és nem hittek nekik. Péter azonban felkelt, elfutott a sírhoz, és amikor behajolt, csak a lepedőket látta ott. Erre elment, és csodálkozott magában a történteken. Kedves testvérek, szeretettel köszöntelek benneteket ezen a húsvéti ünnepi Isten tiszteleten. Lukács evangéliumából, Lukács leírásában hallhattuk a feltámadás történetét. Amikor azt látjuk, hogy a hét első napjának reggelén, hajnalán asszonyok érkeznek a sírhoz, keresik Jézus holttestét, hogy azt bebalzsamozzák. Így írja az ige: a hét első napján pedig, kora hajnalban,
elmentek a sírhoz, és magukkal vitték az elkészített illatszereket. Ebből a igeversből nem derül ki, hogy az asszonyokról van szó, de a 10. versben olvassuk részletesen, hogy kik voltak azok, akik mentek a sírból felé. Azt mondja az ige először is, hogy a 7 első napján történt ez. Számunkra ez már szokatlan, hiszen a mi életünkben a 7 első napja nem a vasárnap. De Jézus korában még úgy volt, hogy a szombatot ünnepelték az Úr napjaként, ezzel zárták a hetet, és a vasárnap volt az első napja a hétnek. Valójában az első keresztényeknél, Jézus első követőinél változik meg ez, hiszen olyan nagy örömmel, olyan nagy szeretettel, hálaadással gondoltak vissza mindig Jézusra, hogy azon a napon, amikor Jézus feltámadt, vagyis vasárnap, mindig összejövetel tartottak az első keresztények, Isten tiszteletet tartottak, hogy megemlékezzenek és együtt legyenek, és azóta ünnepeljük ezt a napot, mint a nyugalom napját. Eredetileg nagyon helyesen így nevezték, hogy az Úr napja, nem pedig úgy, ahogyan mi, hogy a vásár napja. Valóban az Úrnak kell szentelni ezt a napot, nem a vásárnak, a vásárlásnak. És ezt látjuk itt, hogy tehát ezen a vasárnapi napon, a hét első napján az asszonyok a sírhoz siettek, és magukkal vitték az elkészített illatszereket. Azt láthatjuk itt egyrészt, hogy ezek az asszonyok mennyire szerették Jézust, milyen nagy hittel, milyen nagy tisztelettel gondoltak rá, hiszen bátrak voltak, ellentétben a tanítványokkal, akik valahol elbújdostak. Az asszonyok bátran elindultak hajnalban, mutatja ez a szeretetüket, a buzgóságukat, és az áldozatkészségüket is, hiszen ezek az illatszerek nagyon drága illatszerek voltak. Sokszor egy-egy ember egész életén keresztül gyűjtögette, hogy a temetés napjára legyen, és ezek az asszonyok oda szánták ezt Jézus testére, Jézus temetésére. Tehát látnunk kell egyrészt az ő buzgóságukat, szeretetüket. Ugyanakkor úgy gondolom, hogy azt is meg lehet látnunk, hogy a hitük csupán felületes volt, hiszen eszükbe juthatott volna, hogy Jézus többször elmondta nekik, hogy őt megfeszítik, de harmadnap fel fog támadni. És olyan különös az, hogy senkit nem látunk a sírhely közelében, akik azért mentek volna oda, hogy várják Jézus szavainak a beteljesedését, az ő feltámadását. És felületesen tekintettek rá ezek az asszonyok is, hiszen mi értelme bebalzsamozni a fűszerekkel Jézus testét, mikor ő azt mondta, hogy fel fog támadni éppen ezen a napon. Így olvassuk a 18. rész 31. és 32. versében, így mondja Jézus, azután maga mellé vette a 12-t és így szólt hozzájuk, most felmegyünk Jeruzsálembe és az emberfián beteljesedik mindaz, amit a proféták megírtak. A pogányok kezébe adják, kigúnyolják, meggyalázzák, leköpik, és miután megostorozták, megölik, de a harmadik napon feltámad. Nagyon fontos, drága testvérek, hogy a mi hitünk ne legyen felületes. Hogy a mi hitünk ne legyen csupán érzelmi alapon, hanem a Bibliában gyökerezzék. Az Úr szavára legyen építve a mi hitünk, mindig az Úr szavára nézünk, ilyen erős legyen a mi hitünk. Olyan meglepő látni azt, akár csak az idei ünnepen is, hogy sok ember van, sok nő, asszony, aki évek, évtizedek óta ott van a gyülekezetben, a templomban, és amikor elközeledik ez az ünnep, a
nagy péntek, a húsvét, akkor mindenféle díszítésekkel, nyuszik, csirkék, kis csibék, tojások, színes nyuszik, ékesítik a házakat, a kerteket, a házak elejét, manapság a településeket is, sőt az interneten is minden erről szól, és valahol érthető ez nem keresztény, nem templomba járó embereknél, de érthetetlen, amikor ott vagyunk a gyülekezetben, és mégis ezt tesszük. Nem jó, hogyha a hitünk felületes, legyen az igébe gyökerező, az igére néző, és úgy ünnepeljünk, ahogyan az ige tanít bennünket. Hiszen ebben az ünnepben semmi nem szól a felsoroltakról, Jézus haláláról és Jézus feltámadásáról, és a mi üdvösségünkről szól itt minden. Vegyük sokkal komolyabban Jézust, vegyük sokkal komolyabban az ő igéjét, az ő szavát, az ő követését. Ne legyintsünk ezekre a szavakra, amit most én mondok, hogy nem kell ezt ilyen komolyan venni, komolyan kell venni, mert Jézus is komolyan vett bennünket. Elment egészen a Golgota hegyre, egészen a keresztre, mindent vállalt azért, hogy megmentsen bennünket. Nagyon komolyan vett. Aztán azt látjuk, hogy az asszonyokat, akik közelednek a sírhely felé, hogyan erősíti az Úr. Hiszen mindjárt ott van az a kérdés, hogy hogyan fogják elhengeríteni a követ a sírbolt elől. Egy másik evangéliumban ugye le is van ez jegyezve, hogy hát ezzel tanakodnak, gondolkodnak, hogy hát ki fogja nekik a sírhely elől elhengeríteni a követ, és láthatjuk azt, hogy mire odaérnek, a kő már el van hengerítve. Olyan jó látni azt, hogy mi sokszor csak az akadályokra nézünk, hogy mit miért nem lehet, mit miért nem léphetünk meg, mit miért nem tehetünk, miért nem beszélhetünk Istenről, miért nem tehetünk bizonyságot, miért nem térhetünk meg, miért nem élhetünk valóban keresztényként. Mi sokszor csak az akadályt, a gondot látjuk, de ha bizalommal Istenre nézünk, akkor Isten elrendezi, megoldja, megelőz bennünket az ő megoldásaival. Mint ahogy itt is látjuk, hogy mire odaérnek, a kő már el van hengerítve. És azt látják, hogy a sír üres. Állnak a szikla üregben, tanácstalanul, azt írja az ige. Amikor ezt olvassuk, ime két férfi lépett melléjük, fénylő ruhában. Isten küldi az ő hírnökeit. Itt ugyan nem olvasok kimondva, leírva azt, hogy angyalok, de egészen nyilvánvaló az ő fénylő ruhájukból, más evangéliumban meg is van nevezve, hogy angyalokról van szó. Isten küldi az ő angyalait, küldi az ő hírnökeit, akik azt mondják, miért keresitek a holtak között az élőt? Miért keresitek a holtak között a sírboltban, a sírhelyen Jézust, hiszen ő megmondta nektek, hogy fel fog támadni, ne keressétek a holtak között az élőt. Isten küldi az ő küldötteit, az ő angyalait. Szeretnék arról is néhány szót ejteni, hogy megdöbbentő az is, hogy ezekben a napokban egyre inkább és ezen a környéken is többször hallom, hogy mennyire terjed az emberek között az angyalhit. Hogy az emberek nem törődnek Istennel, nem törődnek Jézussal, de azt mondják, hogy ők az angyalokban hisznek, az angyalokkal kommunikálnak, az angyaloktól kérnek tanácsot, erőt, gyógyulást, energiát, mert ők körbevesznek bennünket, segítenek, gyógyítanak. Drága testvérek, nagyon fontos, hogy a mi hitünk az a Bibliában gyökerezzék. Ahogy mondtam, hogy ne legyen felületes, itt is azt mondom, hogy a Bibliára legyen építve. És a Biblia nem beszél arról, hogy az angyalok azok azért küldetnek, hogy mi kommunikáljunk velük, vagy őket hívjunk segítségül, vagy tőlük kérjünk bármit is.
Olyan jó meglátni azt az igében, hogy az angyalok, Isten küldöttjei mindig Jézusra mutatnak, és az igére mutatnak. Itt is azt mondják az asszonyoknak, miért keresitek a holtak között az élőt? Itt is Jézusra mutatnak. Jézus szavára irányítják a figyelmet. A 7. versben, így olvastam, így idézik, így tanítják az asszonyokat, így idézik Jézust, az ő szavait. Az ember fiának bűnös emberek kezébe kell adatnia, és megfeszítetnie, és a harmadik napon feltámadnia. Tehát Jézusra mutatnak, arra tanítják az asszonyokat, hogy Jézusra nézzenek, az igére nézzenek. Ő benne kell hinnünk, ővele kell kommunikálnunk, őt kell segítségül hívnunk, mert ő a mi megváltónk és a világ megváltója. Ő az, akit ma is ünnepelünk, nem mást, hanem Jézust, aki feltámadt, aki megváltott bennünket. Azt mondja az ige, hogy ekkor visszaemlékeztek szavaira, és visszatérve a sírtól, hírül adták mindazt a 11-nek és a többieknek. Az asszonyok megértették ezekből a szavakból, az angyalok üzenetéből, Isten üzenetén keresztül, hogy mi is történt itt. Megértették, hogy mi történt, és hogy minden úgy történt, ahogyan Jézus előre megmondta. És rögtön elindultak az apostolokhoz, és vitték a jó hírt. Szolgáltak. Elindultak, amikor megértették az evangéliumot, hogy elmondják másoknak is. Olyan jó azt is látni az igéből, főleg Máté evangéliumában láthatjuk, hogy nem másról beszéltek. Nem azt mondták, hogy képzeljétek, a kő el volt hengerítve. Milyen csodálatos dolog. Nem azt mondták, hogy megjelent két fényes ruhájú angyal, hanem Jézusról beszéltek. Arról, hogy nincs ott, hogy feltámadt, hogy minden úgy történt, ahogyan ő megmondta előre, hogy valóban beigazolódtak az ő szavai. Nem másról beszéltek. Nem más volt az ő üzenetük középpontjában, hanem Jézus Krisztus. Nagyon fontos, testvérek, hogy a mi életünkben is, a mi hitünkben is a középpontban Jézus legyen. Nem más, senki más, nem emberek, nem segítők, nem tanácsadók, nem lelkészek, nem egyházi vezetők, hanem Jézus Krisztus. Nem angyalok, nem szentek, nem Mária, hanem Jézus. Mert Jézus ment értünk a keresztre. Mert Jézus vállalta a halált értünk. Mert Jézus vette magára a bűneinket, és vállalta a kárhozat állapotát, mert ő győzött, mert ő támadt fel, mert ő mentett meg bennünket, mert ő a megváltó. Ezért a mi hitünk középpontjában csak is Jézus Krisztus lehet, mert ő a megváltó. A végén ezt olvastam a tanítványokról, de ők üres fecsegésnek tartották ezt a beszédet, és nem hittek nekik. Péter azonban felkelt, elfutott a sírhoz, és amikor behajolt, csak a lepedőket látta ott. Erre elment és csodálkozott magában a történteken. Végül azt látjuk, testvérek, hogy a tanítványok, akik hallják az örömhírt, hogy a sír üres, nem hisznek az asszonyoknak. Miért? Azért, mert hát mi férfiak nehezebben hiszünk. Mi férfiak azt szoktuk mondani, hogy azt hisszük, amit látunk. Ilyen racionális gondolkodású emberek vagyunk, és a tanítványok látták, illetve hát János látta, aztán elmondta a többieknek valószínűleg, hogy Jézus meghalt a kereszten. És látták azt, hogy eltemetik, hogy a sírhelybe viszik Jézus testét. Ezt látták, és ezért nem hittek az asszonyok üzenetének. De olyan jó látni azt, hogy van közülük egy, Péter. Akiről azt mondja az ige, hogy Péter azonban felkelt, és elfutott a sírhoz. Ő volt az, aki elindult, aki azt mondta, hogy ő szeretne meggyőződni mindenről.
és sok mindent olvasunk a Bibliában Péterről, olyan volt, amilyen, sok baja volt vele Jézusnak is, néha egy fület csapott le, néha hangoskodott, néha vitázott Jézussal, hogy most a lábát mossa-e meg, vagy az egész testét, vagy most hogyan legyen, de Péternél látjuk azt, hogy mennyire szereti Jézust. Hogy amikor a vízre kellett lépni a hajóról, hogy Jézus felé menjen, akkor Péter elindult. És itt is azt látjuk, hogy amikor mindenki kételkedik, Péter elindul. Testvérek, legyünk mi is bátrak. Legyünk mi is olyanok, akik rálépünk a vízre. Akik elindulunk. Akik vállaljuk Jézust. Akik követjük őt. És akik elmerjük mondani, amikor Isten ad megfelelő időt, lehetőséget, hogy a sír üres, mert Jézus feltámadt. Szolgáljunk, kövessük őt, és mondjuk el, hogy mások is higgyenek, hogy mások is boldog, örök életet kaphassanak az Úrtól, amit mi már tudunk, amit mi már megtapasztaltunk, hogy Jézus valóban feltámadt, hogy Jézus valóban ennek a világnak a megváltója. És őt lehet követni, őt ma is meg lehet szólítani, ma is lehet hozzá tartozni, és boldog, örömteli élettel követni őt az utolsó leheletünkig. A sír üres, mert Jézus feltámadt. Amen. Testvérek, úrvacsorai közösségre készülődve énekeljük a 436. dicséretet. A 436. dicséret 5. versét, amely így kezdődik: e vacsora égi módra engem veled összead. Úrvacsorai közösségünk megszentelése. Jöjjön az Úrtól, az Atyától, és a mi drága megváltónktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Szeretteim, hallgassátok meg, hogy hogyan szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus az úrvacsora sákrámentumát. Elénkbe egyez Pál apostol a Korintusbeliekhez írott első levél 11. részének 23. és következő verseiből ekképpen. Mert én az Úrtól vettem, amit néktek előtökbe is adtam, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, melyen elárultaték, vette a kenyeret, és hálákat adván megtörte, és ezt mondta: vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti értetek, megtöretik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen a pohárt is vette, minek utána vacsorált volna, ezt mondván: e poháram az új testamentum az én vérem által. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e pohárt, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg el nem jön. Jöttek testvéreim, mielőtt élnénk az úrvacsora ajándékával, hajtsuk meg fejünket, valljuk meg bűneinket az Úr előtt. Mindenható Úrunk, bár Te ismersz bennünket, és nincs semmi titkunk Te előtted, mégis szeretnénk most ebben az imádságban megvallani neked, és kimondani,
hogy tudjuk azt, hogy nem azért jöhetünk eléd, Urunk, hogy úrvacsorai közösségben legyünk veled és egymással, mert megérdemeljük, mert kiérdemeltük, mert nem érdemeljük meg, és nem tudjuk kiérdemelni, mert sokszor láthatjuk a mi gyengeségünket, bukásunkat, sokszor vétkezünk ellened, Urunk, szóban, cselekedetben, gondolatban, indulatainkkal. Köszönjük, Urunk, hogy ennek ellenére megállhatunk most előtted. És kérhetünk téged, Urunk, hogy bocsáss meg nekünk. Bocsáss meg bűneinket. Bocsáss meg méltatlanságunkat. Bocsáss meg gyengeségünket. Fogadj el bennünket, Urunk, és engedd meg, hogy az úrvacsora által közelebb kerüljünk hozzád, és közelebb kerüljünk egymáshoz is. Kérünk, ajándékozz meg bennünket a te kegyelmedből, a te véred megtisztító erejével. Kérünk, hallgass meg a mi imádságunkat. Amen. Most pedig jeltek tegyünk vallást a mi hitünkről, elmondván az Egyetemes Keresztény Egyház hitvallását. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében. Hiszek Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, mi Urunkban, ki fogantaték Szentlélektől, születék Szűz Máriától, szenvede Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghala és eltemetteték. Száll alá poklokra, harmadnapon halottaiból feltámada, felméne a mennyekbe, ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszek egy közönséges keresztény anyaszent egyházat, szenteknek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását, és hiszem az örök életet. Amen. Jó lehet, testvéreim, én a ti hitetekben nem kételkedhetem, hiszen annak egyedüli ismerője maga az Úr. Mindazonáltal még néhány kérdést intézek felétek, melyre hallható szóval és meggyőződéssel feleljetek. Azt kérdem először, hiszitek-e, hogy Istentől igazságban, szentségben és ártatlanságban teremtett első embernek esete folytán, ti magatok is mindenestől fogva gyarlók, esendők és bűnösök vagytok, kik saját erőtökből Isten ítélőszéke előtt meg nem állhattok, sőt büntetést, halált és kárhozatot érdemeltek. Én ezt hiszem és hallom. Kérdezem másodszor, hiszitek-e, hogy Isten a bűnös emberen megkönyörülvén az ő szent fiát, az Úr Jézus Krisztust, ti értetek testben elbocsátotta, kinek egyszeri, tökéletes áldozatjával a bűnnek hatalmát és a kárhozatnak erejét elvette, s titeket ingyen kegyelemből a Jézus vérének érdeméért hitáltal megigazít. Én ezt hiszem és hallom. Kérdezem harmadszor, hiszitek-e, hogy Isten, aki feltámasztotta az Úr Jézus Krisztust, általa minket is feltámasztotta halálból, és halandó testünket halhatatlanságba öltöztetvén által visz az ő örök dicsőségébe. Én ezt hiszem és vallom. Mindezeket bizonyal elhívén, ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy tiek kegyelemért hálából egész életeteket az Úrnak szentelitek, és már a jelenlévő világban, mint az ő megváltottjai, az ő dicsőségére éltek. Ígérem és fogadom. Drága testvérek, én is mindezeket veletek együtt hiszem és vallom, ígérem és fogadom. Most azért én, mint az én Uramnak, az Úr Jézus Krisztusnak méltatlan bár, de hivatalos és egyben elhívott szolgája, hirdetem néktek a ti bűneitek bocsánatát és az örök életet Jézus Krisztus nevében. Amen. Az úrvacsorai jegyek vétele közben majd a 460. dicséret dallamát fogjuk hallani, nem fogunk énekelni, csak a dallamot.
halljuk és mindeközben vesszük az úrvacsorai jegyeket. Keresztény testvéreim, így szereztem a mi Urunk Jézus Krisztus az utolsó vacsorát. Így éltek vele az apostolok, a reformátorok, hitvalló őseink, és így éltünk vele Isten kegyelméből most mi is. Mielőtt azonban bezárnánk úrvacsorai közösségünket, kérlek és hintelek benneteket, hogy Isten kegyelmét hiába valóvá ne tegyétek magatokban. Ne uralkodjék többé ti bennetek a bűn. Sőt, viseljétek magatokat a ti keresztjéni, Krisztus követői rendeltetésetekhez méltóan, hogy semmi titeket meg ne foszthasson Istennek a ma szeretetétől, amelyet kijelentett és hozzátok megbizonyított a Jézus Krisztusban. Legyetek, mint ő szentjei és szeretettei, könyörületesek, öltözzétek fel a jóságot, alázatosságot, szelídséget, béketűrést. Szenvedjétek el egymást, és ha egymásra valami panaszotok van, bocsássatok meg egymásnak, amint Jézus megbocsátott ti néktek. Az Istennek békessége uralkodjék a ti szívetekben, melyre hivattatok is egy testben. Most mielőtt elköszönnénk egymástól, eltek emeljük fel szívünket Istenhez, s adjunk hálát neki imádságunkban. Drága Úrunk, köszönjük, hogy te nem ítélettel, nem büntetéssel közeledsz felénk. Látod, Úrunk, azt, hogy minden gyengeségünk, minden méltatlanságunk ellenére szeretünk téged, Úrunk. És úgy vagyunk valahogy, ahogyan Péter, hogy bukdácsolunk, elesünk, mégis szeretünk, mégis szeretnénk elindulni feléd, mégis szeretnénk követni téged, Úrunk. Hálát adunk, amiért erre lehetőséget adsz nekünk. Hálát adunk, Urunk, amiért irgalmas szeretettel jössz felénk újra és újra. Köszönjük, Urunk, hogy jöhetünk. Nap mint nap megvallhatjuk bűneinket neked, Urunk. És te megerősítesz bennünket a te igéden keresztül, hogyha tiszta szívvel valljuk meg, akkor te megbocsátod a mi bűneinket, Urunk. Köszönjük az életünkben a te megújuló kegyelmedet. Köszönjük, hogy ma is vagy itt a templomban, vagy a mi otthonainkban, vagy egyedül, vagy másokkal akár együtt, de részesülhettünk ebben az úrvacsorai közösségben. Eleget tehettünk, Urunk, a te szavadnak, amikor azt mondtad, hogy ezt cselekedjük a te emlékezetedre. Köszönjük, Urunk, hogy megemlékezhetünk rólad. És köszönjük, Urunk, azt az örömöt, amivel megtöltöd a szívünket, hogy üres a sír, hogy beteljesültek a te szavaid, hogy te élsz. És hogy te velünk vagy a Szentlélek által, ma is, most is, a világ végezetéig, minden napon. Nagyon köszönjük neked, Urunk. Segíts, hogy a te kezedet fogva tudjunk élni, téged követni.
Állíts fel bennünket, amikor elbukunk, Tégy egyre inkább hűséges, Te rád néző, engedelmes szolgáiddá. Kérünk, hallgass meg a mi imádságunkat. Amen. Jézus Krisztus szavait halljátok áldásképpen, aki így szól ma hozzánk, jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és megvagytok terhelve. És én, mondja Jézus, megnyugvást adok ti néktek. Amen. Mondjuk el, drága testvérek, együtt hangos szóval az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Drága testvérek, szeretnék végezetül magam és családom nevében mindenkinek áldott békés feltámadás ünnepet kívánni, sok-sok szeretettel, azzal a reménységgel, hogy rövidesen tudunk személyesen is találkozni itt a gyülekezetben. Ezzel az üzenettel zárni ezt a mai szolgálatot, elvégeztetett, a sír üres, Jézus él. Záró énekként a 462. dicséretet énekeljük. A 462. dicséret első két versét keressük meg. 462. dicséret első két versét, első verse így kezdődik, csak vezess, Uram, végig, és fogd kezem.